Sziasztok! A Szempillantás nevű podcast legújabb adását hallgatjátok. Az én nevem Viki, és ismét itt ül velem a stúdióba Tündi. Sziasztok! És az IBN-nél jártunk a mai adás felvételénél, ahol Reginát kérdezzük. Ő a recruitment csapat team leadere, azaz magyarra fordítva a munkaerő felvételért felelős csapat vezetője, és ővele készítettünk egy interjút, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel. Szia, Regi! Mesélj kérlek egy kicsit magadról, hogy milyen pozícióban dolgozol itt az IBM-nél. Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Az IBM-nél recruitment csoportvezetőként dolgozom. Egy 10 fős csapatot vezetek. Már 4 éve dolgozom itt, és 6 éve dolgozok a recruitment területén. A HR-en specializálódtam már a főiskolán is. Uh-huh. Nagyon szeretem. Tehát amikor itt tanultam az interjúztatást, meg a kiválasztást, akkor tényleg bárkivel beszélgettem, olyan érzésük volt, mint hogyha folyamatosan interjú alatt lennének. De nem feltétlenül élvezték ezt annyira, de én nagyon. Jó, hát ezt jó hallani. És Regi, szerinted mennyire alakult át egyébként a munkaerőpiac az elmúlt években? Tehát te mit tapasztaltál, hogy nagy változás van, mennyire mások a álláskeresők? Igen, nagy változás van, felgyorsultak az események a munkaerőpiacon, tehát nagyon gyorsnak kell lennünk, mert nagyon sok új belépő van a piacon, nagyon sok multi vesz fel több száz embert minden évben. Ugye én elsősorban a szolgáltató központok szektoráról tudok nyilatkozni, ami mondjuk azt mutatja még mindig, hogy nagyon piacképes terület, és szerintem mindenképpen van jövője. Mert minden évben vannak új belépőink, és minden évben vannak olyan szolgáltató központok, akik több száz, vagy akár ezres nagyságú volumenben vesznek fel embereket. És pont ezért elég nagy a jelölt hiány. Tehát nagyon sok olyan jelöltet keresünk, ami minden versenytársunknak megfelelne. Úgyhogy nagyon gyorsnak kell lennünk, és nagyon fontos az, hogy meg tudjuk magunkat különböztetni egymástól. Uh-huh. Mint szolgáltató központ, azért tudjuk, hogy ez nem olyan egyszerű, mert ugyanazzal a profillal keresünk, ugyanazokkal a nyelvtudásokkal. Úgyhogy a jelölteknek azért elég jó helyzetük van, mert ők gyakorlatilag egy sokkal kényelmesebb pozícióban vannak, megtehetik azt, hogy válogatnak a szolgáltató központok közül, ahol jobban érezték magukat az interjún, mindemellett magasabb bért adott a cég, és komplexebb munkakört kínált. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a munkaerőpiacon egy-egy munkaadó sikeresen tudjon teljesíteni, ahhoz tényleg egy olyan személyre szabott munkakört, illetve egy személyre szabott kiválasztási élményt kell biztosítanunk a jelölteknek, amivel tényleg úgy érzik már a kiválasztásnál, hogy jó kezükben van a karrierüknek a következő lépcsője. Uh-huh. Egy pár szóban mondjuk el esetleg azoknak, akik nem tudják, hogy mi ez a szolgáltató központ, ez a más néven nem ugye SRC. Így van, tehát a szolgáltató központ, mint Share Service Center, egy olyan háttértámogató központja multinacionális lányvállalatoknak, akik gyakorlatilag azért jöttek létre, hogy mind költséget csökkentsenek, gyorsan reagáljanak, hatékonyan összpontosítsák bizonyos háttértámogató funkciójukat. Tehát ami fontos, hogy hatékonyan tudunk végezni háttértámogató tevékenységeket, mint például könyvelés, beszerzés, ügyfélszolgálat, HR-es tevékenységek. És milyen tudás szükséges? Ez végülis most elmondtad ezzel, hogy milyen területeken vannak, de hogy milyen skillek kellenek ehhez, mit vártok el, mondjuk ti? Igen, tehát nálunk, és szerintem amúgy a legtöbb SSC nevében tudok nyilatkozni, hogy a nyelvtudás a legfontosabb, főként az európai nyelvek, tehát mondjuk így a német, francia, holland, tehát a norvég nyelvek, és azért nagyon fontos, mert hogyha csak az angolt várnák el, akkor ez a tevékenység ugyanúgy, mint ahogy az SSC-nek ez a fő jellemzője, hogy a világ bármely pontjáról elvégezhető a tevékenység, de akkor sokkal könnyebben lehetne egy még alacsonyabb munkaerőköltségű országból végezni, például Indiából, tehát Ázsia bármely részéről, hogyha csak angol nyelvet várnak el. De
mivel ugye itt mi európai nyelveket is tudunk nyújtani, tehát hogy ezeken a nyelveken szolgáltatás, ezért ez az, ami nagyon értékes az ügyfeleinknek, és emellett, tehát hogyha már beszéli a jelölt az adott nyelvet, akkor nekünk, ami még fontos, az, hogy csillogjon a szemük, hogy meglegyen a motivációjuk, és hogy ezért rövid ideig, tehát legalább 1-2 évig egy-egy pozícióban eltöltsenek bizonyos időt, és utána akkor tudnak tovább menni, tehát mind horizontálisan, meg tehát feljebb is a ranglépcsőn, vertikálisan a karrierjükben. Még ami jó szerintem egy SSC-ben, hogy igazából mindenhol elég nagy a fluktuáció, ami abból a szempontból előnyös, hogy aki benn marad és jól teljesít, viszonylag gyorsan jön a karrier lehetősége. És ez mondjuk egy olyan előnye minden egyes szolgáltatóközpontnak, ami azért szerintem más cégekre kevésbé jellemző, ilyen volumenben, meg ilyen tempóban. És mondtad, hogy ugye az angolon kívül más nyelvek is, vagy holland, mondtál példát, de hogy szerinted mi a legfelkapottabb? Tehát aki mondjuk most jön ki a gimnáziumból, és szeretne nyelvet választani, akkor te mit javasolnál neki? Mi az, amivel a legtöbb munkalehetőség várja? Igen. Hát amit én elkezdenék tanulni, ha még abban a szépőben járnék, akkor mindenképpen a holland vagy a nordik nyelvek. Tehát ugye ezek a legdrágábbak most a piacon, illetve a német meg a francia meg a leggyakoribb, tehát ezeket is nagyon szeretik. Az angol az pedig alapvető, tehát hogy anélkül semmit nem szabad elvégezni. És felsőfokú mind a két nyelv általában? Tehát hogy azt várják el, ugye? Tehát a szín csak, vagy a papír is egyébként? A papír semmilyen szinten nem számít. Tehát nem arra sincs szükségünk, hogy végezzenek a friss diplomások. Tehát ha már heti 40 órában tudnak dolgozni, megvan a nyelvtudások, szeretettel várjuk. Jó, hát ez jó hallani, hogy rugalmasabb. Meg azt, hogy nem kell papír, szerintem ez is szuper, mert nagyon sokan küzdenek ebben. Tök jól beszélnek, igen, meg minden szuper, csak ettől függetlenül nem tudják megszerezni valamiért. És sokan azt is hiszik, hogy ez annyira fontos lenne. De hogy nem. Így van. Ez szuper hír szerintem. És részmunkaidős állásaitok vannak-e egyébként? Igen, vannak részmunkaidős állásaink is, bár kevésbé gyakori, mert ezért nagyon szeretjük a heti 40 órás munkavégzést. Viszont, tehát ugye főként a kismamák nagyon szeretik a részmunkaidős pozíciókat, mi pedig a kismamákat, mert nagyon, nagyon megbízható, meg stabil munkát tudnak nyújtani. Úgyhogy a szakmai vezetőink előszeretettel preferálják a kismamákat, szoktunk a havi hírlevelet küldeni nekik a nyitott pozíciókkal, illetve ők is tudnak dolgozókat ajánlani, majd ha visszajönnek ide hozzánk, akkor még bónuszt is kapnak érte. Úgyhogy akár a kismamáknak is lehet aktívan tölteni a babázás mellett az idejüket, bár ez már önmagában egy elég aktív időtöltés, hát biztos vagyok benne. Egyébként szerintem ezt fontos kiemelni, hogy a munkaerőpiacon a kismamák is igenis lehetnek ütőképesek, mert tényleg a stabilitás van, ő nyilván nem fog két havonta váltani, meg elmenni. Tehát, de örül, hogy végre igen, találja a helyet. Neki fontos az, hogy fix munkája legyen, hogy tényleg végezzen akkor, amikor az meg van beszélve, hogy oda tudja menni a gyerekért, és egy csomó kis szerintem én azt tapasztalom, hogy fél attól, hogy szülök egy gyereket, utána akkor semmi tényleg fel. Igen, vége az életem, meg vége a karrierem, igen, én is nagyon sok is mamával beszélek, igen, ugye? És akkor aktuális a dolog is nagyon sok. Van beszélek, hogy nagyon félnek ettől. Egy ilyen pozícióban dolgozó embertől hallani, hogy nem egyébként, hanem pont, hogy ez a munkáltatói szemszögből, ez egy jó dolog. Sokszor, amikor nyílik egy új pozíciónk, akkor a szakmai vezetők külön kérik, hogy először futtassuk meg a kismamák körében, hogy van-e visszatérő kismama, aki szeretne jönni, szívesen meghallgatná, illetve még a részmunkaidő kívül, még a home office lehetőség nagyon jó, tehát, hogy otthonról tudnak dolgozni. Vannak olyan kismamák, akik mondjuk teljes körülön, tehát, hogy tényleg csak otthonról dolgoznak, de akár így mixben, hogy két napot otthonról, három napot az irodából. Úgyhogy próbálunk rugalmasak lenni mi is. Ez tök jó, hogy mondod, mert ez lett volna a következő kérdésem a home office a részmunkaidő után, hogy mennyire támogatja az IBM, de akkor ezek szerint eléggé meg mindig a munkakörtől függ, meg és ügyféltől. És milyen munkaköröknél lehet? Tehát például van egy procurement team leaderünk, aki home office-ból dolgozik, de olyan munkaköröknél, amikor
Tehát nem szükséges az, hogy a csapat együtt dolgozzon, legyen közös brainstorming, vagy pedig olyan rendszereknél, amiket otthonról is el tudunk érni, és nem annyira bizalmas a rendszer, hogy mondjuk nem lehet az otthoni gépen installálni, hanem mondjuk mindenképpen az IBM irodája szükséges hozzá. Hát ez jó egyébként. Ez mindenképpen jó hír. Én azt is olvastam, hogy most már külföldön is a legtöbb munkaadó próbálja ezt a home office lehetőséget, meg azt, hogy kötetlen munkaidő. Tehát ne az legyen, hogy hát ez két gondolat, de nagyon jó lenne, ha mind a kettő működne. Igen, de hogy az, hogy mondjuk nem az, mint egy csomó cégnél, hogy akkor 8-tól, mit tudom én, 5-6-ig kötelező benned. Ha van munkád, ha nincs munkád, akkor is ott kell ülnöd a gépnél, mert én személy szerint ebben nem értek egyet, mert hogyha meg, tehát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy nem így kéne számítani, ott kell lenned, és ott kell ülnöd, és dolgoznod kéne, hanem ha van munka, ülj ott, akár túlórázzál, meg akár, tehát hogy tényleg legyen elvégezve a munka, tehát hogy munkaközpontú legyen, és ne ez az időhez kötés. Igen, tehát nálunk az IBM-nél szerintem amúgy több cégnél is inkább ilyen performance-driven culture-unk van, és elmondom magyarul is, ez a hátrány annak, hogyha non-stop ilyen angol nyelvű környezetben dolgozol, tehát hogy nagyon fontos a teljesítmény. És hogyha megvan az a teljesítmény, amit elvárnak tőled, akkor a rugalmasság is megvan abban, hogy mikor végzed el a munkádat, és ez is sok business unitnál jellemző. Van olyan, ahol mondjuk az ügyfelet 9-től 5-6-ig támogatjuk, és ebben nincs úgy rugalmasság, hogy ugye bármikor csöröghet a telefon, de vannak olyan munkakörök, ahol tényleg azt számít, hogy legyenek meg a riportok, legyen meg a zárás, szépen minden rendben. És az megvan, akkor minden rendben. És egy új belépő egyébként indulhat rögtön home office-szel, vagy próbaidő után már? Hát miután maga biztosan el tudja önállóan látni a munkáját, utána már igen. Hát ez nagyon jó. De az általában szuper. Legalább 3 hónap. Igen, olyan nem nagyon hallottam még, hogy próbaidő alatt is lehet már home office-ból dolgozni. Mondjuk, hogy ha valaki szenior, és tényleg nagyon gyorsan megtanulja, vagy tényleg kezében a szakma, akkor biztos... Nagy adóász. Tehát gondolom egy IT-s tekintetében, tehát azért az IT-soknak nagyon sok mindenben szeretnek kedvezni. Bár nálunk tehát nálunk is így van, viszont a mi IT-s területünk nagyon agile, a kultúra, nagyon agilis, aminek viszont az egyik fő mottoja az, hogy a csapatok együtt ülnek, együtt generálódnak az új ötletek, együtt segítik egymást, tehát sokkal, sokkal proaktívabb, sokkal innovatívabb lehet egy-egy csapat, hogyha együtt ül és együtt gondolkodik. Hát igen, egyébként ebben is van valami. A legtöbb helyen most már talán inkább ez az open office van, nem? Hogy akkor tényleg együtt legyen, mert brainstorming. Így van, tehát már a vezetők is, tehát nem külön irodák érnek, hanem a csapatukkal szeretnének együtt ülni. Egyébként nagyon modern. Igen, de megmondom őszintén, nekem például, amikor először ilyen környezetbe kerültem, nekem ez nehéz volt az elején, nem tudom, ti így hogy vagytok ebben, de hogy én mindig ilyen szeparáltan ültem a régi munkahelyeimben, és olyan fura volt, hogy egyszerre úgy mindenki beszél, meg, tehát hogy ezt így megszokni, hogy akkor akármit mondok, vagy akármit csinálok, mindenki látja, tehát igen, amúgy megszokás kérdése, mert én is ültem open office-be, és akkor az elején nekem is nagyon fura volt, most ugye kisebb itt az irodánk, ugye a HR-nek külön VIP részlege van. Csak viccelek. Itt azért kisebbek az irodánk. Úgyhogy de ezt is, de minden szerintem megszokás kérdés. Ez egy idő után igen, csak hát igen, a kis magánszféra nem annyira. Igen. Elég nagy terek vannak, tehát hogy annyiból jó, hogy... Nem érzed magad, hogy összenyomad. Igen, tehát nem zsúfolt a hatás. Mondjuk én személy szerint nem szeretem az open office, tehát én kb. 80%-ban otthonról dolgozom, és ez nem véletlenül, tehát én azért szeretem, tehát nekem a munka is úgy érzem, hogy sokan egyébként félnek a home office-tól, hogy nem tudnak dolgozni, elúsznak, nem tudom, én ennek pont az ellenkezője vagyok, én nyugalomban szeretek dolgozni, tehát de hát erre akkor itt számtalan lehetőség van, mert manapság akkor jöhetne hozzánk dolgozni egy home office-os kontrakttal. Igen, mert szerintem a home office-tól én azt gondolnám, hogy a munkahadók mindig attól félnek, hogy akkor mi van, hogyha nem dolgozik az ember, de hát úgy is lehet látni az eredményt, szóval, hogy itt nem tudom. Igen. De nem, hogy én ezt láttam régen, hogyha ilyen home office, akkor picit mindig ez a félelem volt, hogy akkor valóban ott vagy, valóban bekapcsolod a gépet. Igen, hogy picit volt ilyen feldeszem, és na mindegy, de hát ez lehet ellenőrizni. Az elvárásokat kell nagyon egyértelműen lefektetni, és onnantól kezdve a rugalmasság, meg a bizalom a kulcs szó. Igen.
Igen, azt akarom még tőled megkérdezni, hogy mit gondolsz, hogy az ilyen pályakezdők, akik nem annyira profik még az ilyen interjúztatásban, vagy interjúzásban, hogy mire kell nekik odafigyelni egy állásinterjú? Mi az, amit tudnál tanácsolni nekik? Amit mindenképp tanácsolnék, hogy járjanak jó sok interjúra, mert a gyakorlat teszi a mester, tehát tényleg minél többször próbálják meg magukat ilyen interjú helyzetbe helyezni, ez szerintem nagyon sokat számít, és nem feltétlenül kell igazi interjúnak lennie, tehát megkérheti a szomszédot, és összeírhatja előre a kérdéseket, csak a lényeg az, hogy legyen helyzetbe hozva a jelölt. Uh-huh. Ami még nagyon fontos, az a motiváció. És bármennyire is mondjuk kevés tapasztalata van a jelöltnek, vagy tegyük fel, lennének sokkal relevánsabb tapasztalattal levő emberek arra az adott pozícióra, hogyha valakinek nagyon nagy a motivációja, az néha kompenzálja a szakmai tudást. Tehát az elköteleződésre való hajlam. Csillogó szemek, amit ugye említettem. Tehát ez nagyon fontos, és az igazából, hogy a saját motivációjával legyen tisztában jelölt. Tehát mi az, ami neki fontos, milyen típusú munkakörben teljesít jól, milyen csapattagokkal szeret együtt dolgozni, milyen vezetési stílus az, amiben ő komfortosan érzi magát. Illetve az is fontos, hogy amikor megvan az egyéni motivációja, akkor tudjon kapcsolatot keresni a pozícióval. Tehát, hogy tudja az egyéni motivációját a pozícióval összhangba hozni. És ha ezt el tudja mondani az interjún, akkor már meggyőzte gyakorlatilag a vezetőséget arról, hogy ő erre a pozícióra jó lehet. Vagy legalábbis... Tehát be lehet ugye tanítani, és akkor nem fog felállni, mert a lojalitás az nálunk most nagyon fontos, és a fiatalabb generációknál kicsit azt érezzük, hogy ez egy elég ingoványos terület, de nem mindenkinél, tehát nem szeretnék így általánosítani, de az, hogy egy-két évet egy ugyanabban munkakörbe töltsenek, azért az nem annyira gyakori. Nem sik. Már egy-két év is. Én azt gondolnám, hogy ez az alap. Én is ezt látom abszolút a környezetemben, hogy nagyon... És mi fél évente visszajönnek ezzel amúgy a... Fél évente, tehát nagyon szeretnek előrébb menni, hamar kitanulják ugye a szakmát, és úgy érzik, hogy akkor már jöhetne valami új. Ami fontos, tehát ők is nagyon értékes munkaerők, és sok olyan potenciál van, akit tudunk is tovább vinni. De ha belegondolunk, nem lehet mindenki vezető, meg nem lehet, tehát nem tudunk mindenkit 6 hónap után tovább léptetni. Úgyhogy ezt tapasztaljuk a fiatalabb generációnál, de próbálunk azért érdekes szakmai projekteket adni, a nyelvtanulási lehetőség, azt, hogy különböző képzéseken vehetnek részt, akár egy employer branding videónak az elkészítésébe önkéntesen be tudjuk őket vonni. Tehát így azért sokkal lehetőség van, amivel ki tudjuk elégíteni a motivációjukat. És akkor visszatérve, hogy az állásinterjúnál ugye mi az, ami még fontos, legyenek, tehát hogy készüljön fel, tehát minden ember ismeri magát, meg azt, hogy tehát mindenkivel történtek már bizonyos helyzetek, amikben az erősségeiket tudták kamatoztatni. Mm-hmm. Tehát legyenek azzal tisztában, hogy miben erősek, de ez önmagában kevés, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy nagyon jó kommunikációs készsége van, hanem mindig hozzá kell kötni egy konkrét példát, egy olyan szituációt, amiben ő ezt tudta kamatoztatni. Hitelesebben fog hangolni. Így van. Tehát ez a kompetencia alapú interjúztatás, amit mi is alkalmazunk, és ez gyakorlatilag a múltbeli tapasztalataira épül. Tehát, hogy a múltban hogy teljesített, vagy akár egy szituáció alapú kérdéssel, hogy mit csinálna akkor, ha, és akkor konkrétan leírjuk a szituációt, és megnézzük, hogy milyen lépéseket tesz, és hogyan oldja meg a helyzetet. És hogyha valaki erre nem tud válaszolni, mert mondjuk nem volt még interjú, nincs tapasztalata, de csillog a szeme, akkor ő még, tehát ő totál elvágja ott magát, vagy van még esély arra, hogy kikászálódjon ebből. Van esély, tehát az esélyt ezt mindenkinek megadjuk. Mi az IBM-nél oktatjuk a szakmai vezetőknek egy félnapos workshop keretében, hogy hogyan interjúztassanak pályakezdőket akár, hogyan tudják plusz kérdésekkel rávezetni arra, hogy egy adott kompetenciában, tehát egy adott kompetencia hogyan dominál náluk. Tehát például nagyon sok pályakezdőnek nincsen még szakmai tapasztalata, vagy akár nem dolgozott csapatban, mondjuk még a főiskolán, egyetemen sem. Ebben az esetben is
van olyan, tehát mindenkiben ugye megvannak az erősségek, és bármilyen hétköznapi példát tud arra mondani, hogy lássuk, hogy ez, uh-huh. ez ténylegesen dominál benne, vagy kicsit kevésbé. És azt, hogy kérdezzem, még megben ezt szokott még ilyen kardinális uh-huh. kérdés lenni, hogy vannak olyan személyiségek, biztos sokért ismersz, akiknek annyira könnyen megy az, hogy eladják magukat. Tehát ez a sales dolog, ez tényleg olyan, hogy bemennek egy interjún, ha igaz, amit mond, hanem ő tolja. Tehát, hogy eladja magát. És ezt mennyire tudjátok ti, mint akik ugye, hát nyilván ebben az interjúztatásban nagyon otthon vagytok, kiszűrni, hogy ő most valóban szuper, vagy csak így tolja magát. Mm-hmm. Míg valaki, aki kicsit visszahúzódóbb, de egyébként szuper lenne a munkára, de hogy ő nem mond olyan nagyokat, hogy mondjuk lehet, hogy jobb lenne erre a dologra. Ez mennyire lehet ezt kiszűrni? Igen, amúgy ez egy gyakori jelöltípus, hogy ez a kettő, amit Viki leírtál nagyon jól, hogy vagy ez az overselling, hogy túlpozicionálja magát, vagy pedig nem annyira jó a self-marketingje, tehát nem feltétlenül mondja el azokat a dolgokat, amiben pedig tök szuper. Uh-huh. Úgyhogy amit ilyenkor lehet csinálni, és az megint a kompetencia alapú interjúztatásnak az alapelve, hogy minél részletesebben kérünk tőle példát arra a kompetenciára, tehát minél részletesebben le kell írni a szituációt, abban mit csinált, mi volt az ő saját szerepe, ez milyen mértékben járult hozzá a projekthez, mik voltak az eredmények, mik voltak a számok, mit mondott az ügyfél, hogyan értékelte őt a főnök ebben az adott helyzetben. Tehát minél részletesebben kért ezen, annál valósabb képet kapsz arról, és sokszor előfordul, hogy a jelölt ténylegesen elhiszi, hogy ő annyira hiper-szuper abban az adott dologban, de az, hogy reálisan kérdezel, mutatsz neki egy tükröt, hogy ez mondjuk tényleg mennyire mutatja, hogy ő ezen a területen jó. Tehát ezeknél a jelölteknél ez így lehet. Uh-huh. Minél részletesebb képet kapunk arról, hogy abban az adott szituációban hogy viselkedni. Egy ilyen elsőkörös interjú az kb. Egy óra, vagy egy fél óra, ami ott uh-huh. csak beszélgettek még? Hát nincsen. Egy órás interjút uh-huh. szoktunk csinálni, és akkor utána vannak szakmai tesztek. Uh-huh. Most már egyre gyakrabban alkalmazzuk, hogy a jelölteket oda visszük a kollégáinkhoz, akik ugyanabban a munkakörbe dolgoznak. Uh-huh. Leültetjük a számítógép mellé, megnézik nyilván, ami nem ilyen bizalmas, hogy fél adat, de ezen felül, ami tényleg kicsit publikusabb, azokat megmutatjuk, uh-huh. hogy gyakorlatilag a napi munka miből áll, hol van a konyha, hol van lehetőség egy kis uh-huh. csírre, hol van a csocsóasztal, tehát egy pár olyan dolgot, ami... Ez mennyire jó egyébként, mert ez tök fontos, hogy egyébként megadatik a lehetőség a magának, a munkavállalónak is, vagy a leendő munkavállalónak, hogy tudom, tehát hogy lássa, hogy mi fog rávárni. Én csomó olyat hallottam már, hogy felvették egy munkahelyre az illetőt, és azt se tudta, hogy mi fog történni ott, hogy most milyen rendszerbe fog dolgozni, mert most nyilván nem minden ügyfél adatra kíváncsi az ember, de hogy egyáltalán, tehát azért... Hát ilyet tudjuk képzelni. Minden napokat, igen. Tehát azért sokat igen, pont azért csináljuk, mert főleg egy pályakezdőnek, tehát még nekem is nagyon sok új munkakör van, amiről fogalmam nincs, de hogy pedig úgy, hogy gyakorlatilag az összesre rekrutálunk az IBM-en belül, de hogy ez nekik nagyon fontos. Úgyhogy ezzel tudjuk redukálni azt a kockázatot, hogy ő gyakorlatilag valami olyanra mond igent, tehát amikor azt mondja, hogy ő neki bármilyen pozíció jöhet, hogy mindenre motivált, tehát ez az, amikor igazából nincs is tényleges igen. motivációja, de hogy tudjuk ezzel szembesíteni, hogy akkor ez az, amit várhat a munkakörtől, és nem éri meglepetés. Ez nagyon jó, meg ez szerintem magát is biztosítja a munkaadó, bocsánat, arról, hogy akkor nem fogja két nap múlva azt mondani, hogy hát ez nekem abszolút nem tetszik, teljesen másra gondoltam, úgyhogy akkor viszontlátásra. És másik ilyen kardinális kérdés szokott lenni így a főleg pályakezdőknél, de szerintem nem csak. Ez a fizetés, hogy ők ezt mondják, nem mondják, amikor beküldik az anyagokat, ki kell tölteni, nem kell kitölteni, tehát ez mindig szerintem ez is egy ilyen fontos kérdés, hogy mi jobb, hogyha ezt az ember mondja, de lehet, hogy túl sokat mond. Na, szóval te mit tapasztalsz? Én, hogyha a jelölteknek tanácsot adhatnék ebből a szempontból, akkor mindig fizetési sávot mondjanak, és én úgy gondolom, hogy tehát minden jelöltnek megvan ugye a saját korosztályában a már, tehát a saját networkje, és abban érdemes tájékozódni, uh-huh. hogy mondjuk az adott ismerősöm, aki mondjuk nem az IBM-nél, de a British Petrolnál dolgozik, nagyjából hasonló munkakörben, akkor ő mennyi pénzt keres abban a pozícióban, vagy bármelyik másik szolgáltatóközpont.
És ami még itt fontos, hogy tehát, hogy sávot mondjon, hogy ha ténylegesen így van, hogy rugalmas benne, akkor tegye hozzá, hogy nem a, tehát a szakmai szempontok sokkal fontosabbak, mint a bér maga, tehát, hogy nem ez motiválja az anyagi része elsősorban. Nyilván mindenki pénzből lehet, hogy itt azért nem lehet annyira a rugalmasságot túlhangsúlyozni. Jól leszek a fele is. Ha mondjuk tényleg egy kicsivel alatta van ugye a pozíciónak a maximális bérsávja, akkor se legyen az, hogy emiatt elesik egy lehetőségtől. Tehát én ezt mondanám. Ami fontos, hogy minden multi azért igyekszik ugye a saját szervezetében elkerülni a bérkonfliktust. Ami azt jelenti, hogy nagyjából ezért mindenkit hasonló bérsávval a teljesítményéhez, tehát a tapasztalatához és a munkaköréhez veszünk fel. Ami azt jelenti, hogy bármit is mond az ember, ezért egy reális összeget fogunk adni, amit bárki másnak is a cégen belül megadtunk. Tehát ugye se alacsonyabb nem lesz sokkal, se magasabb. Úgyhogy ez az arany középút, amit szeretünk így alkalmazni. És te mit gondolsz, hogy a munkakeresők úgy nagyjából, vagy mit tapasztalsz, hogy mit várnak el egy munkahelytől? Tehát, hogy te, neked milyen, miket szoktak mondani, hogy ez mindenképpen kell, vagy nem kell? Az idegen nyelv használata, tehát amikor kemény éveken keresztül tanulják ugye a nyelvet, akkor ez nagyon fontos nekik, hogy ezt használják. Nagyon sokan szeretnek utazni, ezért például az IBM ugye nagyon sokszínű. Nagyon, nagyon sokszor olyan érzésünk van, mint hogyha külföldön lennénk, mert beszállok a liftbe, és olaszul beszélnek, spanyolul, portugálul, tehát itt tényleg nagyon... szereti ezt a dolgot, az azt hiszem... Tehát teljes pesgés van. Igen. Nagyon, tehát ez a sokszínűség az, ami nagyon tudja őket motiválni. Még ami fontos, ugye, hogy egy adott szakmai területet kitanuljon, ezért mi igyekszünk az IBM-en belül minél komplexebb háttértámogató pozíciót kialakítani, tehát mondjuk a pénzügyi pozícióink nagy része is end-to-end, ami azt jelenti, hogy a teljes folyamatra rálát, nem csak egy kisebb szeletére, ez is nagyon motiváló nekik. Illetve a tovább lépési lehetőség, tehát minél több profilja van egy cégnek, ugye nálunk tényleg tehát pénzügy, ügyfélszolgálat, beszerzés, HR-es funkciók, sales, tehát hogy ezekben mind megvan a lehetőség, hogy horizontálisan mozogjon. És amikor már megtalálta azt az adott területet, ami érdekli őt, akkor azon belül már vertikálisan is tud feljebb lépni. És mennyi idő után lehet szerinted egyébként előre jutni? Mert ugye említetted ezt, hogy manapság már ugye fél év után azt gondolják, hogy akkor ő szeretne vezető lenni, de mi a realitás? Hát mi általában azt szeretjük, amikor legalább egy-két évet eltölt valaki az adott pozícióban, kitanulja a területet, a szakértőjévé válik, és akkor már tud előrelépni, tehát mondjuk a területen belül. Hogyha pedig horizontálisan, akkor az egy év nálunk a feltétel. Tehát egy évet azért töltsön el az adott munkakörben, és akkor utána mehet tovább. Vannak kivételek, tehát ha valaki nagyon szeretne valami más csinálni, akkor azért ez egy támogató kultúra. És nagyon szeretjük a belső mozgást. Tehát ha azt látjuk, hogy valaki nem érzi magát komfortosan abban a munkakörben, akkor inkább azt szeretnénk, hogy az IBM-en belül legyen elégedett, és akkor visszük tovább. Ilyenkor ez szokott lenni, hogy a két szakmai vezető, tehát az, akinél jelenleg dolgozik a munkatárs, és az új pozíciónál az új menedzser, akkor ők egyeztetnek, és ilyenkor megbeszélik, a dolgozó pedig elmegy egy belső interjúra, és akkor átveszik. És amit említettél korábban, hogy a munkavállalóknak jobb, vagy könnyebb egy picit a helyzete, mert többet válogathatnak, mint ugye a maguk a cégek. Egyébként milyen nehézségekbe ütköznek mégis a munkavállalók? Tehát, hogy... Hát, én úgy gondolom, hogy egyik részről nagyon jó, úgymond ez a bőség zavara, hogy óriási a kínálat, hogy egy-egy jó versenyképes nyelvtudással a jelölteknek füst a telefonja. Egy csomó fejvadászék hívja őket, multicégek, és nagyjából hasonló pozíciókat kínálnak. És ami ebben nagyon jó, hogy ugye megvan az a kínálat, te tudsz választani, viszont emellett ugye annyira sok lehetőséget ajánlanak fel, hogy sokszor kimozdítanak már az adott munkakörödből, mondjuk viszonylag rövid időn belül. És amikor azt látod, hogy elmész az egyik céghez dolgozni, ott vagy fél évig, kapsz egy telefonhívást, adnak mondjuk 50%-kal magasabbért, mert éppen egy új belépő, több adókedvezménye van, magasabb bérrel tud indítani,
mint mondjuk az a, az a piaci szereplő, aki már régóta ott van ebben a szektorban. Tehát ezzel ugye el tudnak csábítani. És mondjuk ezt 3 év alatt 3-4 cég megcsinálja, 3-4-szer váltod a munkakörödet, és utána már job hoppernek, tehát ilyen munkakörök között ugráló embernek lesztál beállítva, és utána már a következő cég lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát inkább egy lojálisabb emberre van szükségem. Pont ezt akartam egyébként most kérdezni, igen, hogy nem ez, tehát hogy nem ez indul valaki rosszul, de hát dehogy nem. Tehát hiába mondjuk azt gondoljátok, hogy megfelelő, az elmúlt 2 évben volt 6 munkahely, akkor lehet, hogy az ember elgondolkodik, hogy igen, hogy nem biztos, hogy ő az ember. Igen, vagy nagyon nem lojális, vagy valami nagyon nagy gond. Igen, valami nem stényelt vele együtt dolgozni. Mondjuk ezeket is mindig meg szoktuk kérdezni, tehát hogyha látjuk, hogy valaki gyakran váltott, akkor mindig megkérdezzük, hogy mi volt a váltásának az oka. Mert tényleg volt már olyan jelölt, aki mondjuk 3 éven belül 3-szor váltott, és mindig megszűnt a cég, kiszervezték a pozíciót, tehát hogy ténylegesen őt irányba állították, és nem volt visszaút. És akkor a reális, tehát akkor azt mondod, hogy mondjuk, hogy ha az ember munkahelyet akar váltani, de mondjuk 1 éve ott van, akkor még azért töltsön el ott egy kis időt, és akkor utána. Tehát azt mondod, 1-2 év, 2 évente mondjuk, hogyha munkahelyet vált, nem? Akkor az a... Hát igen, vagy pozíciót az IBM-en belül, igen, persze. Annak örülünk a legjobban, hogy ez valaki nem vált pozíciót, mondjuk 2-3 évig, és ott van ugyanazon a munkahelyen, meg pozícióban, akkor az rossz, tehát, hogy... Mi annak is nagyon örülünk, de tényleg, tehát, hogy ez mondjuk ő is kaphat ugyanúgy béremelést, nem tudom, tényleg időnként, mert hogy végül is nem fejlődött olyan nagyot, a saját munkakörében marad. Igen, tehát mindenképp ugye a saját pozíciójában levő bért azt tudjuk neki emelni, nyilván nem lesz vezetői bére, mert hogy nem ment úgy fel a ranglétrán, viszont kap béremelést is, meg szakmailag tud elmélyülni, tehát kaphat érdekes projekteket még ugyanabban a pozícióban, betaníthatja az újonnan érkezett munkatársakat, önkéntes programokba vehet részt így az IBM-en belül. Úgyhogy van lehetőség akkor is, hogy változatos maradjon a munkaköre, meg hogyha szereti csinálni, tehát nálunk azért vannak olyan dolgozók, akik tényleg már 3-4-5 éve ugyanabban a munkakörben vannak, és meg mindig nagyon szeretik, élvezik. Ez egy ténylegesen egy ilyen nagyon, nagyon jól összehangolt motiváció és pozíció. De azért tegyük hozzá, hogy ez a ritkább eset. Ez a ritkább. Igen, de ahhoz nektek össze kell jönni. Igen, de az így nektek HR-nek a jó. Tehát ők az etalon, nem akkor jó, és ők a sikersztorik. Igen. Igen, tehát akkor őket nagyon jól választottátok ki. Igen, meg hát annyi mindentől függ azért, ez nem? Tehát ez egy dolog, hogy persze mondjuk tök jó pozíció, jó mondjuk a főnök, de hát a csapat, a fizetés is olyan, hogy megfelelő, meg a személyisége is neki is olyannak kell lenni. Tehát hiába érzi valaki jól magát, nekem volt egy ismerősöm, imádta a munkahelyét, mindent imádott, de hogy ő váltani akar. Tehát, hogy semmi nem kellett neki, de hogy olyan személyiség volt. Szóval annyi mindentől függ ez a dolog, hogy meg főleg manapság szerintem ezt sugalja. Nem? Én legalábbis ezt hallom mindenhol, hogyha nekem a férjem volt, hogy nem is tudom, mennyi ideig volt egy munkahelyen, hát elég sokáig, és akkor már így mondták, hogy de hát váltanod kéne. Igen. És hogy így 2 évente, hogy elvárják tőled az igen, ember, pedig azért váltsál. Pedig az a cégek is szerintem tényleg értékelik ezt a lojalitást, én azt gondolom. Nagyon értékelik, tehát nálunk az IBM-nél nagyon sok olyan vezető van, aki 20 éve már itt dolgozik, 15 éve itt dolgozik, és látszik, hogy ez egy nagyon szép pályafutást futott be, úgyhogy a lojalitás kifizetődik. Igen. És egyébként legjobban milyen munkakörökbe kerestek így IBM embereket? Igazából minden business unitunkhoz keresünk pályakezdőket, tehát akiknél nagyon örülünk, hogyha van közgazdász végzettség vagy diploma, illetve a nyelvtudás, de tehát hogyha megvan a motiváció, hogy mondjuk egy beszerzési területet, pénzügyet, ügyfelszolgálatot, HRCS, ezekre mind keresünk, illetve IT-ba is jelölteket. Tehát hogyha megvan a motiváció, akkor bármit gyakorlatilag megtanulhat. Jó, az IT az egy kicsit specifikusabb, és vannak egy kicsit szakmai, pénzügyi feladatköreink, de alapvetően a belépő pozícióknál, tehát mi mindig úgy próbáljuk meghatározni az elvárásokat, hogy a lehető legminimálisabb legyen.
ami azt jelenti, hogy személyiséget keresünk, soft skill-eket, kompetenciákat, de semmiképpen se releváns szakmai tapasztalatot. Nyilván mondjuk, hogy egy vezetőt szeretnénk felvenni, akkor már nem engedhetjük meg ezt a luxust. Igen. De vezetőnél se elvárt az, hogy mondjuk pont azt a szakmai területet lássa át. Ez sokkal fontosabb nekünk, hogy egy értékes, jó people manager vegyünk fel, mint az, hogy a szakmájában megkérdőjelezhetetlen legyen. És akkor szakmai ezt megtanuljuk, a személyiséget meg sokkal nehezebb. Azt nem, hát azt nem lehet megtanulni, így van. Az már eldőlt. Igen. Azt szerettem volna kérdezni, hogy vezetőnek olyan ember is jelentkezhet, aki korábban egyébként nem dolgozott vezetőként? Igen, tehát, hát akkor junior vezetőként várjuk őket, igen. Tehát gyakran van mondjuk olyan team leaderi pozíciónk, amikor mondjuk, hogyha bármilyen koordinációs, szakmai koordinációs feladata volt, akkor már megelőlegezzük a bizalmat. Ugyanígy, hogyha first line managernek jön valaki, akkor mondjuk egyel lentebbi szintről, tehát mondjuk team leaderi pozícióból is felveszünk valakit. Tehát nem muszáj, hogy ugyanazon a szinten legyen vezető. Akiben látjuk a potenciált, meg hát az ő szeme is muszáj, hogy csillogjanak. Minden körök jó. Az ő szemcsillogás az nagyon-nagyon nagyon fontos. Úgy, mint a tiétek. Jó, és azt mond még meg nekünk, hogy hogyan lehet hozzátok jelentkezni. Tehát, hogy hol hirdetitek a pozíciókat, stb. De az igazság, hogy most a toborzásnál, tehát egy alapszabály van, hogy minél kreatívabbnak kell lennünk, úgyhogy gyakorlatilag bárhol jelentkezhet a jelölt. Akkor nálunk is. Írhatnak nekünk a hallgatók, hogy szeretnénk. Nálatok jelentkeznek, csak szóljatok, úgyhogy ott leszünk. De tényleg nagyon fontos a kreativitás, hogy minél több helyen ott legyünk, tehát ott vagyunk a social médiában, a Facebookon, a LinkedIn-en, a recruitmentes rendszerünkben. A recruitment rendszerünk is 5 különböző karrierportálon fut, tehát hogyha valaki a Google-be beírja azt, hogy IBM Career, akkor olyan nincs, hogy ne találna ránk. Ami még fontos, a bőrzéken ott vagyunk, akkor mindenfajta egyetemi rendezvényen igyekszünk ott lenni, és még csak gondolkozok, dolgozói ajánlás, tehát hogy erre nagyon támaszkodunk. Így van. Hát ez elég színes ez a paletta. Igen, tehát azt gondolom, hogyha valaki szeretne dolgozni, akkor ezt könnyedén megteheti. Tündi, neked van bármi kérdésed még a Regihez? Hát azt hiszem, hogy nem maradt. Igen, ezeket szerettük volna akkor tőled megtudni. Igen. És én nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Igen, nagyon. És nagyon sok hasznos dolgot mondtál nekünk is, meg a hallgatóknak is, én azt gondolom. Remélem, hogy tudnak majd belőle profitálni, és én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Köszönjük szépen, hello! Sziasztok! Hello.